Vasárnap, október 20. Válasz megfelelő kísérőt. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, amelyen járjatok, ha jobbra és ha balra hajoltok. Ézsaiás 30:21. Nagytatám nagyon jó ember és odaadó keresztény, jó példával szolgált a mindennapi életben. Mivel zajos munkahelyen dolgozott, fokozatosan elveszítette a hallását, és nagyon nehézkessé vált a vele való kommunikáció. Rájöttem, hogy mennyire nehéz megértenie bennünket. Sokszor megtörtént, hogy teljesen mást értett, mint amit közöltünk vele. Lelki szempontból pontosan ilyenek vagyunk. Állandóan ki vagyunk téve a legnagyobb kockázati tényezőnek, Sátánnak, aki minden lépésünkben különböző eszközökkel megzavarja a hallásunkat, hogy többé ne értsük tisztán mennyei atyánk utasításait, vagy ami még rosszabb, meg se halljuk Urunk szavát. Ha nem halljuk tisztán, és nem értjük megváltónk szavát, könnyen megtörténik, hogy teljesen másképp értelmezzük azt, amit hallunk, ennek pedig az lesz a következménye, hogy letérünk az Úr által mutatott útról. Van azonban egy jó hírem. Meg tudjuk előzni ezeket a lelki betegségeket. Naponta döntsünk az oltalom mellett, akinek hatalma van megóvni bennünket minden betegségtől. És ha már megbetegedtünk, hatalma van kezelni és meggyógyítani bennünket. Mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön, és hő vágyunk elnyerni az örökké valóságot, de a mindennapi életben számtalan kísértéssel, próbával és nehézséggel szembesülünk, amelyek Sátántól származnak, aki el akar tántorítani a helyes útról. Nekünk azonban nagy előjogunk, hogy nap mint nap a kísérőt választhatjuk. Meghívlak, hogy ma és minden nap testileg, lelkileg vigyázzunk a fülünkre, elménkre, lelkünkre, és válasszuk az Urat kísérőnké és útmutatónká, hogy ne veszítsük el a hallásunkat, és meghallhassuk az ő hangját és utasításait. A mai nap áhítat szerzője Albert Erhard Timót, egészségügyi asszisztens.